ökológiai lábnyom és fenntarthatóság. Egyre jobban szorít a cipő. A fenntartható fejlődés az emberiség igényeinek olyan kielégítését jelenti, amely nem veszélyezteti a jövőbeni generációkat saját szükségleteik biztosításában. Azt, hogy a bolygót és annak erőforrásait milyen mértékben használjuk, s eközben milyen nyomot hagyunk rajta, hűen mutatja az ökológiai lábnyom. Az ökológiai lábnyom egy viszonylag fiatal indikátor, mutatószám, ami azt próbálja mérni, hogy az emberiség miközben saját jólétéhez szükséges különböző javakat előállítja, közben mennyire veszi igénybe a természeti környezetet. Egyrészt input oldalon, tehát mennyi erdőt, halat, természeti erőforrást termel ki egyfelől, másfelől pedig mennyi szennyezést bocsát a környezetbe, amit az ökoszisztémáknak, az élő rendszereknek fel kell dolgozni. Az ökológiai lábnyom adatai megdöbbentőek. 1966 óta lábnyomunk megduplázódott, így jelenleg másfél földnek megfelelő erőforrást használunk fel. A lábnyom növekedésének egyik fontos eleme a szénlábnyom növekedése, amely 30%-kal nőtt 1998 óta. Ha az erőforrások felhasználásának tempója nem csökken, 2030-ban már két földre lenne szükségünk ahhoz, hogy fogyasztásunkkal, igényeinkkel lépést tudjunk tartani. 1961-ben az egyfőre eső ökológiai lábnyom még 0,8 hektár volt. Ez napjainkra elérte az átlagos 2,2 hektárt. Magyarország lábnyoma jelenleg 3,7 hektár. Ez hűen mutatja, hogy jóval több erőforrást használunk és több hulladékot termelünk, mint azt a fenntarthatóság elve szerint tehetnénk. Alapvetően a világ embereinek az nagyon nagy szemléletváltására, én mondhatnám paradigmaváltására lenne szükség. Tehát egyszerűen tudomásul kellene vennünk, hogy ez a típusú fogyasztói világ, ez a fogyasztói társadalom, ez nem fenntartható. Tehát új paradigmák, új modellek szerint kellene élni az életünket. Én azt gondolom, hogy nagyon sok ember már így szeretné élni az életét, sőt így is éli az életét. De hát a meghatározó paradigma még mindig ugye a fosszilis energiára épülő fogyasztói társadalom. De nézzük csak meg Ausztriát. Tehát Ausztriában több mint 20%-a az ökológiai művelés alá van területeknek a száma. Franciaországban az elmúlt 3 évben megtörtént a paradigmaváltás. Havonta 200-300 ökológiai gazdálkodás jön létre. Egyre hatalmasabb területeket vonnak ökológiai művelés alá. Sajnos Magyarországon ennek az ellenkezője történik még a mai napig is. Itt 3% alatt van az ökológiai gazdálkodás alá van területeknek az aránya. A Természetvédelmi Világalap 2008-as 150 országot vizsgáló élőbolygó elnevezésű jelentése szerint a legnagyobb ökológiai lábnyomot az Egyesült Arab Emírségek, Amerika és Kanada hagyja a bolygón. Magyarország a lista 40. helyén állt ekkor. A Földet legkevésbé terhelő ország Banglades. Ha a világ minden lakosa annyit fogyasztanak, mint egy amerikai, akkor 4-szer, 5-ször nagyobb bolygóra volna szükségünk. Hogyan lehet csökkenteni ezt a hatalmas lábnyomot? Az ökológiai lábnyomunkat minden olyan módon tudjuk csökkenteni, amellyel a természeti erőforrások igénybevételét mérsékeljük. Praktikus megoldások. Ilyen, ha mérsékeltebben fogyasztunk, tehát alaposabban meggondoljuk, hogy a jólét kielégítése érdekében milyen termékekkel bástyázzuk körbe magunkat. Van esetleg felesleges termék, amit fogyasztunk. Mindenre tényleg szükségünk van, amit megvásárolunk. A következő lépés, hogy nem mondunk le termékről, továbbra is fogyasztunk bizonyos dolgokat, de végig gondoljuk, hogy van-e olyan alternatívája annak a terméknek, amely esetleg kevesebb anyagot tartalmaz, kisebb a környezet szennyezése, és akkor megpróbáljuk továbbra is a jólétünket ezekkel az anyagi eszközökkel is segíteni, termékekkel, de gondolunk arra is, hogy lehetőleg ezek közül olyat válasszunk ki, aminek a környezet terhelése alacsonyabb, mint egy másiké. A bolygónk elhasználtsága elkeserítő mértékű, pedig a jövő nemzedéke számára ezt hagyjuk örökségül élőhelyként. Nagyon fontos, hogy megőrizzük azt, ami van, sőt, egy picit talán jobbá is tegyük, hogy ne úgy adjuk át, ahogy kaptuk, hanem talán egy picit jobban. Most kicsit az a tendencia, hogy ahogy kaptuk, annál egy picit rosszabbul adjuk át. Én meg azt gondolom, hogy az lenne a helyes, hogy egy picit javítsunk rajta. A víz minőségén, a levegő minőségén, az emberek közötti kapcsolat minőségén, mindenen egy picit lehet javítani. Az átlagos ökológiai lábnyom utoljára 1986-ban találkozott a bolygó aktív terület nagyságával, vagyis akkor volt még fenntartható méretű. Ma már olyan nagy lábon élünk, ami alapjaiban veszélyezteti és kérdőjelezi meg saját gyermekeink és unokáink élhető jövőjét. Hogy lesznek ezek
túlélők, valami itt korcsosul. Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul.